Már egy hete átadták a kivitelezőnek a területet, így múlt hétfőn meg is kezdődött a munka a volt cukorgyár mögött. A sportcsarnok épül, a gépek folyamatosan dolgoznak. A tervek szerint októberre már állnia kell az épületnek, jövő év elejére pedig belül is minden teljesen elkészül és át is adják azt. A sportcsarnokról tartottak sajtótájékoztatót hétfőn a Városházán, ahol Horváth Réár polgármester arról beszélt, a projekt a kitartó és a kemény munkának köszönhetően startolhatott el. Ez egy 3,6 milliárd forintos csarnok, és higgyék el nekem, egy rendkívül szép és impozáns épülete lesz a városnak. A városnak egy új jelképe lesz. Ez a csarnok összefogással jött létre, hiszen a városvezetés és a kézilabda egyesület közösen lépett erre az útra, és közösen jutottunk el eddig, és közösen fogjuk megvalósítani a beruházást is. Amikor ezt a projektet kellett jellemeznem, akkor én valahogy mindig úgy fogalmaztam meg, hogy ez a projekt tűzben, lángok közt született, és egy igen-igen hosszú út volt az, amíg eljutottunk addig, hogy a gépek megjelenjenek. Antalóczi Péter kifejtette, a csarnok nem csak a kézilabdának ad otthont, a belmagassága is azért 10 méter, hogy nemzetközi röplabda mérkőzéseket is lehessen itt játszani. Nagyon fontos volt a tervezés folyamán, ami nagyon hosszú ideig tartott, és nagyon részletes, aprólékos volt. Tényleg minden szempontot figyelembe vettünk, hogy ne legyen egyfunkciós a csarnok. Nagyon fontos volt, hogy a későbbiekben, a jövőben egy olyan csarnokot tudjunk építeni, amit bármilyen lehetőségekhez át tudunk úgy alakítani, és alkalmas legyen rá maga az épület. A kivitelező elmondta, a terület Zagyva ártérben van, így hordalékos, feltöltött, ezért cölöp alapozást terveznek. Kitértre, a legnagyobb kihívás az, hogy egy rekordméretű, 47 méter hosszú betontartó szerkezetet is beépítenek. Ez lesz a legnagyobb az országban. Több mint 18.500 négyzetméteres területen épül a sportcsarnok. A parkolókkal, kerékpártarolókkal, gépkocsitárolókkal, busz megállókkal. A érdekessége, hogy 4 darab elektromos töltőállomás is lesz a parkolóban, amiben az elektromos autókat lehet tölteni. Az épület maga 2400 négyzetméter alapterületű, háromszintes, természetesen a kiszolgáló része háromszintes, egyébként közel 10 méter belmagasságos sportcsarnok lesz. A sportcsarnok 1100 férőhelyes lesz.